Sziasztok! Nos, folyamatban van a nappali abszolút felrobbantása és újra összerakása, erről már hallhattatok, és ennek köszönhetően többek között szelektálós videókat is láthattok mostanában a csatornán. Elég hosszúak lesznek egyébként, de én úgy vagyok vele, hogy mivel én is szeretem a hosszú szelektálós videókat, ezért valószínűleg rajtam kívül is vannak még ilyen emberek, úgyhogy mindenképpen figyelmetekbe ajánlom a sorozatot, és további részei várhatók még. Ugyanakkor az is hozzájárul majd a nappali rendesebbé tételéhez, hogy végre az elfogyott termékeim csomagolásait kidobhatom, már nagyon vágyom erre, ugyanis van egy nagy dobozom, de már külön válogattam belőle a naturkozmetikai termékeket, hogy majd külön videóban beszélek róluk, és most arra annyi gyűlt össze, hogy igazából kettő külön videó lesz. Az egyikben a fürdőtermékek lesznek, ilyen Alles Zusammen összefoglaló téma, a másik pedig a hajápolás és egyebek, így tudtam meghatározni. És itt szeretném kijelenteni, hogy én nem kezdtem el összetevő listákat bogarászni, hanem úgy határoztam meg a naturkozmetikai termékeket, ahogyan máskor is szoktam. Azon cégek termékei vannak itt, akik önmagukat naturkozmetikai cégként határozzák meg, és ebben a dobozban sorakozik csak a fürdőtermékek sora, úgyhogy megpróbálok majd viszonylag gyorsan nyilatkozni róluk, és mondom a márkákat, van itt Lush, van itt Alverde, Lavera, Bentley Organic, Yves Rocher, The Body Shop, Yamuna és Abura, azt hiszem, hogy ennyi, ja, és egy Faith in Nature termék is lakozik ott így eldugva, úgyhogy ezekről fog ma szó esni, mint láthatjátok, ez egy jó nagy doboz, és tömve van a termékekkel, úgyhogy szerintem ismét csak hozhatjátok a pattogatott kukoricát. És akkor vágjunk is bele, és márkánként szeretnék haladni, ennek megfelelően pedig az Alverde terméket szeretném előre venni, mert ez egyedül árválkodik, úgyhogy ez gyorsan mehet is itt a szatyorba. Egyébként ide készítettem egy nagy szemetes zsákot, külön ezeknek a termékeknek, úgyhogy lehet, hogy hallani fogjátok, hogy zörögnek, hogy dobom ki őket, majd ügyelek, hogy azért ne legyen hangos. Tehát egy Alverde tusoló krémről van szó, tehát alapvetően azt várná tőle az ember, hogy zuhanyozás közben már hidratál is, és nagyon-nagyon krémes lesz az állaga. És ehhez képest igazából egy szokásos Alverde tusfürdő állagot kaptam, én nem vettem észre hidratálást, az tény, hogy nem szárította a bőrt, de a sima Alverde tusfürdők sem szoktak szárítani, az illata semmilyen volt, ez az átlagos Alverde naturkozmetikai illat volt. Egyébként szerintem limitált kiadás volt, tehát nem, igen, rá is van írva, most látom, tehát nem érintiteket, hogy mondjuk azt mondanám, hogy ezt ne vegyétek meg, mert szerintem nem jó, de ez nem egy kiemelkedő Alverde termék volt sajnos. Az Alverde egyébként a DM Magyarország üzleteiben kapható, és a DM saját márkájáról van szó, a naturkozmetikai vonal ez. És akkor a következő termék is legyen olyan, amelyből csak egy van, ez a Bentley Organicnek a narancsos fűszeres tusfürdője volt, és karácsonyi kiadású tusfürdőnek hangzik, de eléggé jól fogja meg a narancsos fűszeres dolgot. Tehát az a fajta illat, amelyikben nem teng túl a szegfűszeg és a fahéj, hanem kifejezetten a narancs, a gyümölcsösség is jól érvényesül benne, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, egyéb iránt pedig egy átlagos, áttetsző tusfürdő volt. Nem szárította a bőrt, jól habzott, jól volt vele tusolni, nagyon jó volt az illata. Bőrön nem tapasztaltam, hogy hosszan megmaradt volna, viszont a fürdőszoba jó néhány órán át illatozott tőle. Szintén egy darab van a Faith in Nature-ből, amely egy habfürdő és tusfürdő egyben termék volt, és a My Beauty Tools-tól kaptam még az ősidőkben tesztelésre, és most már nagyon ideje volt elhasználni a szetnek a részeit. Azért tartogattam őket, mert annyira szeretem őket, mert csodálatos natúr illatuk van, ugyanakkor mégis egyértelműen felismerhető erőteljes illatokról van szó, tehát nem lesz túl erős sem, de nem is az a nagyon folytott és túl natúr jellegű illat. És ez egy málnás vörös elfonyás volt, habfürdő és tusfürdő egyben, mint említettem, és egy kis szedben volt, vagy 4 vagy 5 ilyen kis tusfürdő, de egyébként ezek az illatok nagy méretben is kaphatóak, és van egy citrusos ananászos, amely annyira csodálatos illat, hogy rendszeresen meg szoktam vásárolni kézmosóként, ez már így érik, és szerintem ismét meg fogom ezt tenni, mert hihetetlen, hogy mennyire jó illata van, nagyon jó az állaga, nagyon kevés kell belőle, jól habzik, nem szárítja a bőrt, és egyébként ez az ananászos, citrusos nagyon sokáig meg is marad a bőrön is, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Ez a málnás vörös elfonyás annyira nem volt számomra kiemelkedő, de habfürdőként is próbáltam, és tusfürdőként is. Tartós volt a bőrön, akár csak az ananászos, citrusos, úgyhogy igazából bevált, de az lesz az örök kedvencem. Nézzétek, mekkora lakli jött ide, itt a lakli bogyócica, és egész nap szeretett rohama van, de nem tudja eldönteni, hogy pontosan mit is akar és milyen pózban, úgyhogy most már megy is, ennyi volt, tehát így ennyi volt a szeretett roham, egy kicsit közben fejbe rúgott, de hát ez van. Ő ilyen érdekes, szeszélyes kis cica, meg kell találni a tökéletes szeretgetős pózt, és akkor nagyon jól érzi magát, hogyha én ezt elsőre nem tudom megtalálni, akkor inkább itt hagy. Pasi.
Még egy olyan márka van, amelytől csak egy termék van a dobozban, ez az Yves Rocher, és egy csodálatos testradír, amelyre amikor rátaláltam valamikor valamelyik év májusában, akkor azon a nyáron meg is szűnt, és másik testradírok lettek helyette, úgyhogy nagyon nem voltam boldog. Ugyanis egy olívaolajos, krémes jellegű, nagyon hatékonyan radírozó, ugyanakkor hidratáló, sejmes bőrt hagyó testradírról volt szó. Igazából nagyon hasonlít a The Body Shopnak az olívaolajos testradírjára, csak sokkal olajosabb volt, és ezáltal még sokkal jobb annál, valamint az illatát is nagyon szerettem, az az igazi fanyar jellegű olívaolaj illat volt, illetve hát amilyen illatot az olívaolajos termékeknek általában kölcsönözni szoktak, úgyhogy nagyon szerettem, ez a csatos üveg is nagyon guszta volt, lehet, hogy ezt ki fogom mosni, mert lehetséges, hogy van olyan, aki mondjuk ilyen saját készítésű testradírhoz ezt így tudná hasznosítani, úgyhogy csereberére majd magammal viszem valamelyik blog találkozóra. Nagyon guszta volt, nagyon szerettem, az újabbakat egyébként nem próbáltam, tehát nem tudok nyilatkozni, hogy azok felérnek-e ezzel. És akkor evezzünk mondjuk a Bomb Cosmetics vizeire, nagyon-nagyon szeretem ezt a márkát, egyébként elsősorban a gyertyáikat, illetve a fürdő brüléiket. Ugyanakkor most karácsonyra kaptam egy fürdőbombát, ezt szerintem valahol mutattam is, hogy Zsuzsi barátnőm vette nekem, és egy gyömbéremberk is, tehát mézes kalácsos fürdőbombáról volt szó, és ahhoz képest, hogy fürdőbomba volt, ugye viszonylag nagy méretű is volt, emellett pedig jól olajossá, vajassá tette a vizet, ezáltal ugye táplálta a bőrt, úgyhogy nagyon szerettem, az illata is csodás volt, szerintem ezek vissza szoktak térni így karácsony táján, úgyhogy ha valakinek tetszik az ilyen mézes kalácsos illatvilág, akkor a Ginger nevű fürdőbombát tudom neki ajánlani. Volt egy Berry Love nevű fürdősüti, amely ahhoz képest, hogy milyen picike volt, szintén elég jól táplálóvá tette a vizet, emellett pedig ilyen tejszínes, süteményes, bogyós, gyümölcsös illata volt, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon-nagyon tetszett, és ez kellemes csalódás volt, hogy ahhoz képest, hogy tényleg egy picike fürdőbombáról van szó, valóban tápláló volt tőle a víz, úgyhogy a Berry Love-ot is tudom figyelmetekbe ajánlani. Két zuhanytabletta is elfogyott, és ezeket tesztelésre kaptam egyébként, de ezek kapcsán fontolgatom, hogy fogok rendelni ilyen terméket, mert nagyon-nagyon kellemes a használata, és igazából egy nyári gyors zuhanyhoz egy fél zuhanytabletta is elég tud lenni. Az a lényeg, hogy feloldódik így a mellettünk a vízben, én úgy szoktam elhelyezni, hogy mögöttem legyen, hogy ne érje közvetlenül a víz, csak néhány csepp érje és lassabban oldódjon föl, mert egyébként szódabikarbonás termék, tehát nagyon-nagyon gyorsan oldódik, és hogy ilyen aromaterápiás élményt ad a zuhanyzáshoz, plusz illatokat csempész a fürdőszobába a zuhanyzás közben, és kettő illatot kaptam meg, az egyik a csokis volt, a másik pedig a mállás, és a csokissal az volt csak a gondom, hogy ugye nyáron próbáltam ki, és nem illett oda valahogy, de télhez nagyon illő, valódi csokoládi illatról van szó. A málla pedig kifejezetten a fanyarabb málla illatok közé tartozott, tehát nagyon-nagyon tetszett, és egyébként úgy néznek ki ezek a fürdőtabletták, mint hogyha valódi tabletta lenne, hogy a közepükön van egy ilyen bevágás, ahol ugye a tablettát szét lehet vágni vagy törni, úgyhogy ilyen szempontból is jó pofa, és mondom, a mállás abszolút meggyőzött, úgyhogy azt szeretném majd egyszer újra rendelni, valamint valamelyik egyéb gyümölcsillatot, természetesen fanyar gyümölcsillatot szeretném majd még vele együtt kipróbálni, úgyhogy ezek abszolút pozitív élmények voltak. És akkor egy kicsit még maradjunk a fürdőbombáknál, bár majd eltérünk tőlük, aztán visszatérünk, szerintem sejtitek, hogy melyik márka fog még itt sorra kerülni, de most a Yamuna fürdőbombákról szeretnék beszélni. Egyrészt tavaly tavasszal kaptam egy csodás csomagot, többek között a citrusos vanília varázs fürdőbombát, masszázsolajat, tusfürdőt, úgyhogy nagyon-nagyon jó illatú termékeket kaptam, és ez a fürdőbomba közülük egy kellemesen használható fürdőbomba volt, nekem egy kicsit egyébként túlságosan vaníliás és édes jellegű volt, tehát ez az illat számomra akkor lenne tökéletes, hogyha még egy pici citromos fanyarságot kapna. Nem tudom, hogy visszatérte idén, de hogyha igen, akkor ajánlom figyelmetekbe, hogyha szeretitek az édes jellegű krémtúró illatot, mert hogy erről van szó. A vizet egy icipicit sárgásra színezte, és egyébként nagyon kellemes tápláló vizet képezett, tehát tel is tele van ez is tápláló olajakkal és vajakkal, úgyhogy nagyon-nagyon jó fürdőbomba, és ehhez képest nagyon kedvező az ára is, úgyhogy tényleg érdemes csekkolni a webshopot. A másik pedig egy tavaly húsvétkor érkezett csomagban volt, egyébként lehetséges, hogy az előbbivel együtt, erre nem emlékszem már. Nyuszi tappancs fürdőbomba volt, és több színt kaptunk, és én a pirosat használtam el, és nem lett piros a víz, tehát nem lett ilyen vérvörös víz, hanem egy nagyon pasztel piros, ilyen húsvéti tojás színe volt igazából. Az illatára nem emlékszem, csak arról, hogy nagyon kellemes volt, szerintem édes és gyümölcsös volt egyszerre, szintén tápláló volt tőle a víz, tehát kellemes volt a használata, úgyhogy tervezgetek további Yamuna fürdőbombákat majd rendelni, mert meggyőztek abszolút. Persze azért nem olyan látványosak, mint bizonyos más márkák fürdőbombái, de hogyha egy alapvető, nyugtató,
átlagos esti fürdőzésről van szó, akkor nagyon jók, hiszen tápláló tőlük a víz, és akár a testápoló is elhagyható. Elfogyott a citrusos vaníliavirás tusfürdő is. Mint mondtam, ez nekem túl édes volt, és én úgy érzem, hogy ez még édesebb volt, mint a fürdőbomba, úgyhogy nem igazán szerettem, hogy őszinte legyek. Emiatt elsősorban habfürdőként használtam, és hozzátettem valamilyen más habfürdőt, amelyben volt fanyar citrusillat, vagy bogyós gyümölcsillat, hogy kicsit fanyarabb irányba tudjam eltolni ezt az illatot. Így is bevált egyébként, én nagyon szeretem a flakonjukat, hogy ilyen kis natúri jellegű a csomagolás is, hogy ilyen fémkupakja van, nagyon aranyos meg minden. Úgyhogy ilyen szempontból szeretem a Yamuna, de a legnagyobb kedvencem az a fűszeres narancsos tusfürdő, amelyben abszolút a narancs dominál, és a világ egyik legjobb illata, és ez sajnos amiatt, hogy ennyire édeskés volt, nem ért a nyomába. Ugyanebbe a termékcsaládba tartozott egy masszázsolaj is, viszont nekem így a masszázsolajozás az nem annyira a területem, úgyhogy ezt is fürdőolajként használtam el, szintén úgy, hogy egy valamilyen fanyarillatú dolgot, akár fürdőbombát, akár habfürdőt ötvöztem ezzel az olajjal, és így aztán nagyon-nagyon tápláló vizet kaptam, erre bevált, elfogyott, az illata ennek is túl édes volt, és ezért is ötvöztem más termékkel, hogy fanyar legyen és tetszen nekem. További két Yamuna termék van itt, bár mind a kettő ugyanaz a fajta termék. Ez egy izsópos tusfürdő, amely sajnos megszűnt. Nagyon-nagyon kellemes illata volt, limonádéra emlékeztetett, és ilyen kicsit teljes jellegű, nem egészen áttetsző volt a színe, és az volt a lényeg, hogy az izsópnak köszönhetően csökkentette az izzadást, és ezt egyébként főként Tamás tesztelte, és azt mondta, hogy valóban bevált. Úgy érezte, hogy ha ezzel zuhanyzott rendszeresen nyáron, akkor kevésbé izzad, akár edzéseken, akár napközben. Úgyhogy nagyon-nagyon szerette, én pedig az illata miatt szerettem őszintén szólva, én az izzadás terén azért annyira nem figyeltem meg, hiszen én sok-sok terméket szoktam váltogatni, ő pedig húzósabban, hosszabb időn át ugyanezt használta egyfolytában. Nagyon jó illata volt, nagyon jó állaga volt, nagyon-nagyon szerettem, nem tudom, hogy miért szüntette meg ezt a Yamuna, de nagyon remélem, hogy visszahozzák, és akkor én újra a lelkes vásárolója leszek. És akkor két lavéra terméket szeretnék megemlíteni, amelyek őszintén szólva nem voltak annyira kiemelkedőek, és arra kellett rájönnöm, hogy a lavéra tusfürdők közül egyértelműen a zselés jellegűeket szeretem jobban. Ez mind a kettő krémes volt, és ugyanúgy, mint az elején említett másik tusfürdő, ez sem volt eléggé krémes, hanem ilyen érdekes állaga volt, nem hidratált, ennek megfelelően csupán nem szárított, úgyhogy annyira nem jött be. Egyébként ez egy chai illatú volt, tusolókrémnek hívják ezt is. Nem volt rossz, csak jó sem, úgyhogy volt, hogy ezt inkább habfürdőként használtam valamilyen egyéb fanyarabb illatú termékkel együtt. Nem nagyon jött be, viszont ugyanennek a testápolója szerintem zseniális, azt nagy örömmel használom. Az illat is erőteljesebb, ott tehát egy fűszeresebb jelleget kapott, és az már tetszik nekem, ez a tusfürdő viszont annyira nem volt jó. És igazából ugyanez volt a problémám a mandula teljes és mézes, biomandula teljes és biomézes lavéra tusfürdővel is. Tusolókrém ez is, és jobb volt, mint az előző egyébként, állagra abszolút jobb volt. Ennek inkább az illata nem volt annyira meggyőző, olyan kicsit túlságosan semmilyen volt, tehát azért ennyire nem kéne félni az illatoktól, egy icipici erőteljesség azért mehetett volna bele, úgyhogy ez nem annyira jött be. Viszont úgy használtam, hogyha ezzel zuhanyoztam, akkor utána a lavéra narancsos testápolóval kentem be magam, és úgy már abszolút ellensúlyoztam az élményt, mert az a világ egyik legcsodásabb illata, a legcsodásabb hidratálással ötvözve, úgyhogy örök kedvencem, és remélem, hogy nem fogják kivonni. Két The Body Shop termék is vár itt arra, hogy beszéljek róla. Az egyik az olívaolajos testadír, ez szerintem kedvencek között szerepelt valamikor. Nagyon szeretem, ebben hála az égnek nincsen az a fura mellékillat, mint a legtöbb ilyen krémesebb jellegű testadírjuk esetében, hanem egy csodálatos olívaolajos illat, nagyon jól hidratálja, illetve táplálja a bőrt, kellemesen radíroz, tehát nem olyan túlságosan erősen, nagyon-nagyon puha a bőröm utána, és igazából 2-3 napon át még elhagyható a testápoló, annyira jó táplál, úgyhogy nagyon szeretem, és van rá esély, hogy meg fogom vásárolni, ha lesz rá akció, mert egyébként a teljes ár szerintem kicsit pofátlan. Ezt a tégelyt is megtartom szerintem, hát ha valakinek jól jön, vagy akár én végre valahára ráveszem magam arra, hogy egy saját készítési testradírt állítsak elő.
Elfogyott egy nagy-nagy adag szacuma tusfürdő. Nagyon-nagyon szerettem, ezzel az illattal nem tudok betelni. Ugyan lecserélt kedvencek között szerepelt, ugye, amikor valamilyen más natúrtermékkel fürdöm, és ezzel ötvözöm, akkor kicsit műjellegűnek hat, viszont hogyha nem használok más, tehát semmilyen nagyon natúr illattal nem fürdöm, csak ezt használom, akkor továbbra is rajongok érte, és nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy igazából volt egy kis kísértés, hogy újra vásároljam, de próbáltam magam lebeszélni, mert egyéb Beverly Shop tusfürdők még arra várnak, hogy elhasználjam őket, úgyhogy majd, hogyha ott egy kis fogyás mutatkozik, akkor szeretném újra beszerezni a Sasumát, a világ egyik legcsodálatosabb narancsillata, és ha érdekel titeket, hogy melyik másik narancsillatra cseréltem le, akkor a lecserélt kedvencek bejegyzéshez ott lesz a link a leírásban, érdemes elolvasni. Van itt 4 Abura tusfürdő is, az egyik a Milky Touch, amelyik a világ egyik legcsodálatosabb varázsszere gyakorlatilag. Nagyon-nagyon szeretem. Alapvetően azt kell tudni az Abura tusfürdőkről, hogy valóban olyan lúgos jellegűek, mint a szappan, hogy olyasmi habot is képeznek, valamint ugyanolyan koszos, érdekes hab marad a kádban utánuk, tehát érdemes nagyon leöblíteni a kádat utánuk. Viszont ezt ellensúlyozza az, hogy annyira megvan tömve olajakkal és fajakkal, hogy mégis tud hidratálni tusolás közben, és nagyon-nagyon puha a bőr utána, ez így mindegyikről elmondható igazából. És a Milky Touch kancatejjel készül, úgyhogy nagyon-nagyon jót tesz a bőrnek, és ez az egyik kedvenc illatom is, hihetetlen kellemes mézes tejes illata van, úgyhogy ezt majd valamikor a jövőben szeretném újra vásárolni, ha majd csökken a tusfürdőim száma. A Rose Petals egy nagyon kellemes rózsaillat, és nem arra a tolakodó fajta rózsaillatra kell gondolni, ami miatt nagyon sokan tartózkodnak a rózsás termékektől, hanem egy nagyon kellemes, friss jellegű rózsaillat, egyéb iránt ugyanazokat tudja, mint az előbb említett tusfürdő, talán egy picit kevésbé hidratál, nagyon kellemes tavaszi illata van, lehetséges, hogy újra fogom vásárolni, bár én úgy érzem, hogy leginkább majd lecsökkentem 3 Abura tusfürdőre az én kedvenceimet, a Milky Touch, a Contact és a Motion, utóbbi kettő egyébként kicsit hűsít, és a Contact nagyon, a Motion pedig kicsit, és a Milky Touch az az überelhetetlen, hihetetlen kifinomult illata miatt, valamint a hatása miatt is. A Lavender Flowers is egy virágillat, és ugye a nevében adódóan sejthetitek, hogy levendulás. Én a levendulát nagyon szeretem, úgyhogy lehetséges, hogy ezt is majd valamikor újra vásárolom, mert ez a termék a nagyon kellemes oldalát ragadja meg a levendulának, úgyhogy érdemes rá figyelni. Ugyanazt tudja egyébként, mint az előbbi rózsás. És itt van minden idők legeslegjobb és legjobban hűsítő tusfürdője, a Contact nevű tusfürdő. Alapvetően azért fejlesztették ki, hogy zuhanyzáskor, ugye edzés után az edzőteremben ne legyenek egyéb gondjai az embernek, hogy fertőzéseket kap el, ugyanis van benne menta, mentol és egyebek, és ezáltal fertőtlenít is. Valamint valóban hűsít, tehát itt nincsen kérdés, ettől valóban lehet fázni a zuhany alatt, akár nyáron is. Ha érdekel titeket, hogy milyen egyéb hűsítő tusfürdők váltak be nálam, akkor olvassátok el a bejegyzéseimet, ezekhez lesz link a leírásban, több kategóriában is teszteltem a mentás tusfürdőket. És akkor a videó végére maradt a legeslegnagyobb kedvenc márkám, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, bizony a Lush-ról, és a Wash Behind Your Ears tusfürdő az első, amelyről szeretnék beszélni, ez tavaly húsvéti tusfürdő volt, és nagyon narancssárga volt, és répa illatú, és én nagyon-nagyon szerettem, és egyébként nagyon sűrű volt az állaga, úgyhogy nagyon kellemes habot képezett a bőrön, és nem is szárította a bőrt, viszont ez nem tért vissza, ugyanakkor ugyanezen a néven, a Wash Behind Your Ears néven, idén van egy csodálatos sampon. Korong, amelyről mindenképpen szeretnék szót ejteni, ugyan nem fogyott el, de ezt muszáj elmondanom, mert ugye korlátozott ideig kapható. Aki szereti a nagyon citrusos illatokat, és a jól tisztít ugyanakkor mégis fényt kölcsönző samponokat, az legyen szíves és szerezze be magának, mert hihetetlen, hogy mennyire csodálatos dologról van szó. Az is hihetetlen, hogy mennyire gazdag habot képez, valamint az is, hogy mennyire lassan foly, és hogy ehhez képest mennyire alacsony az ára, és hihetetlen, én mindenképpen szeretném újra vásárolni, mielőtt kivonják ugye húsvét után, mert annyira nagyon bevált, hogy abszolút még az előző kedvenc Lush samponjaimat is abszolút letaszítja trónról. Hihetetlen a samponkorong, egy nagyon jó koncepció. Ez az illat pedig, ez a valódi fanyar, nagyon friss citrom illat, úgyhogy nem egyezik a tusfürdőjével, hanem sokkal-sokkal frissebb és fanyarabb. És elfogyott szerelmem Prince Charming is, amelyet valamikor talán 2 éve kaptam a Lush csapatától Valentin napra ajándékba, ezúton is nagyon köszönöm. Mindenképpen újra fogom majd vásárolni, mert hihetetlen, hogy mennyire csodálatos fanyar gránátalmás illata van. Ugyanakkor krémes az állaga, hidratálja a bőrt,
hihetetlen, és nagyon erőteljes, már lilába hajló, sötét rózsaszín színe van, és emiatt habfürdőként is tökéletes, nagyon szép habokat képez a vízen, ugyanakkor a víz romantikus rózsaszín színt kap tőle, úgyhogy erre is használtam, és erre is nagyon szerettem használni. Úgyhogy a Prince Charming remélem, hogy mindig vissza fog térni Valentin napkor, mert hihetetlen, valódi, szerelmes termék. És akkor innentől már csak fürdőtermékek vannak a Lush-tól, és akkor kezdjük azzal, ami csörög, hogy túl legyünk rajta. A Jester nevű többször használható habfürdőről van szó, amely úgy nézett ki, mint egy udvari bolond, és pálcám volt rajta, és az udvari bolondoknak ugye szokott lenni csengője, ezért van itt a pálcáján a csengő, ezt mindjárt kiveszem és megmutatom. Itt van tehát a szalagja is rajta a csengő, úgyhogy igen, volt rajta egy ilyen dísz, ez nagyon aranyos dolog egyébként, és egy ilyen fakanálszerű valamin volt rajta Jester, és többször használható habfürdő volt, ami azt jelenti, hogy a zubogó víz alá kell tartani, és így képez habokat a vízen, és emiatt nem lesz tőle annyira hidratáló, tápláló jellegű a víz, mint a belemorsoros fürdő habok esetében. Ettől függetlenül nagyon szerettem, mert nagyon kellemes illata volt, és nagyon szép ilyen sötét narancs, vérnarancs színűre színezte a vizet, valamint nagyon gazdag habokat képezett a vízen, úgyhogy szerettem. Én úgy emlékszem, hogy ebből még van nekem egy példányom, úgyhogy majd azt is befogom, és azt is el fogom használni. Igazából meggyőzött arról, hogy az újra használható habfürdők is jók, és a flamingósból is szerintem van valahol, azt is elő kell keresnem. Úgyhogy igyekszem majd sokat habfürdőzni mostanában, hogy minél több Lush terméket megmutathassak nektek. A következő az April Showers, amely valójában nem következő, hiszen ez a legfrissebben elhasznált fürdőbombám. Ez a mostani húsvéti kollekcióban van, és emiatt is érdemes róla szót ejtenem. Hihetetlen, csodálatos fürdőbombáról van szó, amely valóban hidratáló, illetve tápláló vizet képez, és nagyon-nagyon szép élményt is biztosít. Úgy néz ki, mint egy fehér felhő, és van rajta két rózsaszín és három lila csepp, azt hiszem, ezek ugye az esőcseppek. És ahogy oldódik fel, egyrészt nagyon szép ilyen rózsaszín és lila csóvát húz maga után, majd pedig ugye a fehér felhő is feloldódik, és egyre inkább sötétedő pasztelrózsaszín vizet eredményez, amely tejszerű, tehát nem áttetsző pasztelrózsaszín, rózsaszín, hanem ilyen erőteljesebb színe van ezáltal. Az illata csodálatos földes ibolyás, nagyon-nagyon jó élmény benne fürdőzni. Egyébként kettőt szereztem be belőle, nagyon-nagyon szeretem, és ajánlom figyelmetekbe. Aki szerette az Ultraviolet nevű habfürdőjüket, az ezt is szeretni fogja. A Your Mother Should Know nevű habfürdő az egy tavalyi anyáknapi termék volt, és hogyha vissza fog térni, akkor szeretném megvenni, mert ennek is van egy kis földes, virágos illata, nagyon-nagyon kellemes illata van egyébként. Ilyen érdekes alakja van, hogyha találok róla képet, akkor majd lesz link a leírásban, hogy meg tudjátok nézni, hogy hogyan is nézett ki. Két alkalomra használtam el, így is tápláló vizet képezett, és nagyon nagy habok voltak a víz felszínén, úgyhogy abszolút elégedett vagyok vele, és hogyha idén visszatér, akkor ismét megpróbálom majd beszerezni. A My Two Front Teeth nevű habfürdőt egy alkalomra használtam el, mert úgy éreztem, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy két alkalomra elfelezzem, és elsőre nem volt nekem annyira szimpatikus, mert így nagyon emlékeztetett a Comforter illatára, és az nekem egy kicsit olyan túlságosan cukorkás jellegű mű gyümölcs illat, ugye erdei gyümölcsös illata van, viszont úgy érzem, hogy ez a Two Front Teeth, ez egy kissé fanyarabb és valósabb gyümölcs illat volt, úgyhogy kellemes volt vele fürdőzni. A víz nagyon szép fuchsia színű volt tőle, nagyon szép habokat képezett, tápláló volt a víz, úgyhogy minden szempontból kedvencé vált. Ez karácsonyi kollekciós volt, tehát már nem tudjátok megvásárolni, de hogyha idén visszatér, akkor ajánlom figyelmetekbe. A karácsony utáni leárazáskor nem volt kérdés, hogy ha módom adódik rá, akkor újra beszerzem az óriási kedvencemet, a Nevermind a Ballistics nevű fürdőbombát, amely annak köszönhetően, hogy a fele kakaóvajas bevonatot kapott, nagyon táplálóvá teszi a vizet, emellett pedig csodálatos, fanyar jellegű trópusi illata van, a víz nagyon szép narancssárgás lesz tőle, és nagyon jól táplálja a bőrt, eszméletlen élményt biztosít, úgyhogy ha visszatér, és nagyon remélem, hogy mindig vissza fog térni, akkor ezt majd igyekszem újra beszerezni. Egyébként pedig mindegyik termék esetében, amennyiben volt róla szó Instagramon is meg tudom találni a róla szóló bejegyzést vagy videót, lesz link a leírásban, hogy meg tudjátok nézni, hogy pontosan mit is művel a vízben, mert érdemes, nagyon-nagyon látványos élményt biztosítanak. Szintén nem volt kérdés, hogy a Plum Snow nevű habfürdőt beszerzem majd, és ebből elég sok példányt szereztem be. Két alkalmas habfürdőről van szó, amely nagyon táplálóvá teszi a vizet, csodálatos lilás fuchsiás színű lesz tőle a víz,
nagyon szép habokat képez, és olyan illata van, mint a Plum Rain tusfürdőnek, amely egy darabig nem volt kapható. Egyszer volt kapható, aztán eltűnt, és én addigra óriási szerelembe estem vele. Viszont most visszatért, és ismét kapható, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és nagyon tervezem, hogy beszerzem a legnagyobb méretet belőle, mert annyira szeretem az illatát. Ez a habfürdő pedig abszolút azonos illatú vele. Egy szilva illat, amely olyan szinten fanyar és valós, hogy tényleg incsiklandozó, az embernek összefut tőle a nyál a szájában, és nagyon sokáig megmarad egyébként a bőrön is. Ezek fogytak el tehát fürdőtermékek terén, és úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy két részletbe vettem a videót, ez legalább egy 25 perces videó lesz, de nem baj, remélem, hogy ti hozzászoktatok már ehhez, sőt, akár szeretitek is, hogy én nem rövid tartalmakat gyártok, hanem valóban hosszúakat, közben ki lehet lakkozni a körmöt, vagy kisminkelni. Egyébként Raw Beauty Christie videói is elég hosszúak szoktak lenni, és pont jó arra ő, például aláfestésnek, hogy sminkelés közben az ő videóit szoktam megtekinteni, és így teljesen jól kiegészíti a tevékenység és a nézett videó témája egymást. Úgyhogy remélem, hogy szeretitek, hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, valamint ne felejtsetek el feliratkozni is, mert az nagyon fontos, hogy esetleg értesüljetek minden új tartalomról. Az idei évben nem merem elkiabálni, de eléggé jól tudom tartani, hogy legalább heti egy videó legyen, vagy lehetőség szerint kettő, és hogyha netán úgy adódik, akkor ezt még sűríteni szeretném, de nem merek ígérni semmit, csak reménykedjetek velem, hogy hát ha összejön, és Murphy is úgy akarja, hogy összejöjjön. Köszönöm, hogyha itt voltatok velem, gyertek máskor is, és legyen nagyon szép napotok, és elfelejtettem mondani, de természetes, hogy érdekel, hogy esetleg volt-e itt az említett termékek között kedvenc nálatok, ez amit ti is használtatok, és nagyon szeretetek, vagy netán olyan, amelyet én itt most kedvencként említettem, de ti meg nem igazán szeretitek, és valamiért nektek nem vált be. Úgyhogy várom a kommenteket odalent, mindig nagy örömmel olvasom őket, és igyekszem mindegyikre válaszolni. Sziasztok!